Meg tudnál nekem valaki mondani azt, hogy ki volt Éliáhu próféta? Éliáhu. Szokták más néven úgy is mondani, hogy Illés próféta. Mitől függ a zsidó hagyományban, hogy Éliáhu Illés mikor jön el? Azt mondja, hogy a zsidó hagyomány, ugye mi várjuk a Mesiát, várjuk a megváltás időszakát, aminek az egyik jele az lesz, hogy Éliáhu Illés proféta el fog jönni. Éliáhu profétának van egy nagyon különleges tárgya. Ezt a nagyon különleges tárgyat úgy hívjuk, hogy Éliáhu serpenye. Meg tudnál nekem valamelyiket mondani, hogy mikor használjuk Éliáhu serlegét? Nem vanuk akkor. Persze akkor mikor? Szél. Nagyon jó, szédel este, mert hogy szédel este hány pohár bort kell innunk? Nagyon jó! És ki kell törlenünk az ötödiket, ki kell nyitnunk az ajtót, és ezt az ötödik pohár volt, ezt az ötödik serleget nevezünk Éliáhu serlegének. Következő mese, mert hogy ma is mesélni szeretnék nektek, Éliáhu serlegét. Arról szól, hogy most megint utazunk egyet a világba, és elutazunk a hatalmas nagy Oroszországba, elutazunk Szibériába, egy pici faluba, ahol él egy nagyon szegény zsidó család. Legyen mondjuk a férj, az édesapa, nevezzük őt mondjuk Háimnak. És ez a Háim olyan szegény, azzal foglalkozik, abból tartja fent a családját, hogy kimegy az erdőbe, száraz rőzsét gyűjt össze, azt szedegeti össze, azt viszi be a faluba, és adja el a parasztoknak, hogy tudjanak fűteni. És képzeljétek el, Pesach előtt néhány nappal nagyon hideg lesz, napokon keresztül szakad a hó, és Háim a hatalmas nagy hóban és nagy hidegben nem tud elmenni az erdőbe, nem tudja a rőzséket, a száraz gajakat összeszedegetni, és ott áll a házába kétségbe esetten, hiszen semmit nem tudott megvásárolni Pesachra. Nincsen husa, nincsen pászkája, nem telik legalább a négy pohár borra, és arról beszélget a feleségével, hogy miből csináljon a pénzt. Azt mondja a felesége, menj el a városba, keresd fel a rabbit, a közösségnek van egy intézménye, amelyet a zsidók hagyomány héberül úgy nevez, hogy Manot Hitim. Ez egy olyan, nem is tulajdonképpen persely volt, ez egy olyan egylete volt a közösségnek, ahol a zsidó emberek adományokat, cedákát adtak, és ebből a Manot Hitimből adtak különböző segélyeket azoknak a zsidó családoknak, akik az anyagi helyzetükből kifolyólag nem tudták az ünnepet megoldani, ebből a pénzből támogatták őket. De Háim azt mondta, hogy volt bent tavaly és tavaly előtt. A felesége gondolkodott, azt mondta, Háim, az egyetlen dolog, ami megmaradt, hiszen mindent eladtunk. Nincs ezüstünk, nincs gyertyatartónk, nincs szinte semmi. Egyetlen dolgunk van, amit el tudunk adni, és az nem más, mint Éliáhu serlege. Mire Háim azt mondta, tudod, ez a serleg, ez az én drága édesapám volt. És az én drága édesapám az ő édesapjától kapta. És az ő édesapja annak az édesapjától kapta, nincs valami más. Nem lehetne a kecskénket eladni, tette föl Háim a kérdést.
Mert a felesége úgy válaszolt, hogy ez az egyetlen élelmünk. Nincs burgonyánk, hogy főzzek a gyerekeknek krumplit. Nincs kenyerünk, hogy megvajazzam, mert vajunk sincsen, egyetlen ételünk a kecske által adott tej, amit föl tudok a gyerekeknek melegíteni, és meleg tejként este meg tudják inni, hogy adhatnánk el a kecskét. Pászák előtti nap Háim elment a rabbihoz, hiszen egy vallásos zsidó ember volt, és tudta, hogy a tulajdonában lévő humecet, a tulajdonában lévő kovászost, azt el kell adni. Kérdezte a rabbi, van lisztet? Nincs. Van búzád? Nincs. Mit van, amit el kell, hogy adjál? Egy pár lábos, és egy pár fazit. A rabbi kitöltötte a szerződést, aláírta és lepecsételte, és látta, hogy ott áll Háim toporogva, mintha valamit akarna kérdezni. Baj van, Háim tette fel a rabbi a kérdést. De Háim azt mondta, mondd rabbi, kérdezhetek valamit? Lehet-e szédel este bor helyett négy pohár tejre elmondani az áldást? Rabbi elgondolkodott, és miközben gondolkodott, benyúlt óvatosan a fiókjába, kezébe vette egy aranypénzt, és arra gondolt, hogy ha ez a szegény derékszidó azt kérdezi, hogy lehet-e négy pohár tejre áldást mondani, akkor biztos, hogy nincs húsa, hiszen nem mondhatna tejre áldást. Ha azt kérdezi, hogy lehet-e négy pohár borra tejjel mondani áldást, akkor nincs bora sem, nincs pászkája sem, és nincs krumplia sem, egy szóval semmilyen nincs. És miközben ezt végig gondolta, kezében lévő pénz, odaadta a Háimnak, azt mondta, figyelj ide, nekem erre most nincs szükségem. Nem tudnék vele mit kezdeni, menj, vedd meg az ünnepre, amit gondolsz, és ismerlek, egy jó szándékú, becsületes, derék zsidó ember vagy, ünnepek után vissza fogod nekem adni ezt a pénzt. És Háim elment, megvette a krumplit, megvette a pászkál, megvette a négy pohár borra valót, és boldogan ment haza, és már az éjjel közepén, amikor hazaért, kiabált a feleségének, hogy git jantev, jó ünnepet. Mire a feleség azt mondta, hogy Háj, meg vagy te bolondulva? Hát Pészák, szinte este csak holnap lesz, nem ma van ünnep. És Háj azt mondta, hogy látod, mi van a kezemben? Nekünk már ma ünnepünk van. Háim elment a templomba, és amikor hazament, leültek az asztalhoz, hogy kidust csináljanak, és megkezdődött a szédel este. És egyszer csak, annál az ötödik pohár bornál, amit mi Éliákus serlegének nevezünk, Háim kinyitotta az ajtót, és ott állt egy idős zsidó ember, hatalmas nagy fehér szakában, és nagyon lágy hangon köszönt, git jantev Háim, jó ünnepet Háim. És mi zsidó emberek, nem csak hétköznap, és nem csak széder este, de a sabbatok, a szombatok alkalmával is úgy kell, hogy leüljünk az asztalhoz, hogyha bárki beállít hozzánk, ha bármely idegen oda téved, le tudjuk őt ültetni, meg tudjuk őt kínálni szombati vagy ünnepi lakomával. Így Háim is azt mondta ennek az öreg zsidónak, kérlek fáradj be, és ülj le a mi asztalunkhoz. És az öreg zsidó leül, elkezdte simogatni a hófehér szakállát,
Ránézett a semlegre, és azt mondta Hájlinak, nagyon szép Éliákos Hájlin. Véget ért az este, elbúcsúztak. Hájlin ment másnap a templomba, de a fehér szakálú, öreg zsidó ember sehol nem látta. Kérdezte a rabbiát, mondd, láttad valahol azt az öreg zsidót, aki tegnap velünk imádkozott? Mi a rabbi azt mondta, igen, láttam. Tehát ő nálunk este vendég volt, válaszolt Háim, hová tűnt? A rabbi ránézett és azt mondta, tudod, ő nem csak nálad volt vendég. Minden egyes zsidó házban vendég. Minden egyes brit millán, minden egyes fiúnak a körülmetélésén vendég. Minden egyes ünnepen, minden egyes szombaton ott van a zsidó házakban és a zsidó lelkekben. Elégedj meg annyival, hogy megtisztelt azzal, hogy elmegy hozzád, és a te asztalodnál ül. Véget értek az ünnepek, elmúlt a hó, elmúlt a hideg, és Háim kiment az erdőbe, hogy száraz bőcsőt szedjen. Elindult hazafele, és egyszer csak a kocsi, egyszer csak megállt, valamiben beleakadt, azt gondolta Háim, biztos nem figyelt oda, és a szokottnál több száraz gajat, száraz bőzsét tett fel a kocsira, amikor a földön meglátott valamit, ami fény lett. Lehajolt érte, és egy aranypénz volt. Elkezdett ásni, és talált egy zacskót, teli aranypénzzel. Háim többé nem volt szegény ember. Volt munkája, tisztes megélhetése, egy igazi éshez Háim felesége, áldott gyermekei, mindenre tele, amire egy zsidó embernek kell, hogy teljen, de Éliákus serlege mindig gyönyörűen kifényesítve, mindig gyönyörűen megtisztítva, ott állt a szoba közepén, a szekrény legtetején, és soha nem felejtett el Háim, hogy Éliákus serlege milyen áldást és milyen békességet hozott neki. Ez volt a mai mese, remélem tetszett. Folytatjuk Márival, estémával, és utána Tomi rabbi nem refelni, hanem tanítani fog. Ez a legnagyobb.